Milliárdos fejlesztés. A terület és településfejlesztési operatív program forrásából fejlesztik az infrastruktúrát a Kertvárosban, Nyíregyházán. Bőséges kínálat. Már olcsóbb, illetve hazai a görög dinnye a polcokon, amelynek vásárlását hamarosan telefonos applikáció segítheti. Hamarosan Vidor Fesztivál, ingyenes koncertek és szabadtéri előadások várják az érdeklődőket az év legvidámabb hetén. Közel 3 milliárd forintos beruházási csomagból fejlődik a Kertváros infrastruktúrája Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ennek egyik fontos eleme, hogy körforgalom épül a Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fokos utca kereszteződésében. Ez a fajta csomópont biztonságosabb, mint a lámpás közlekedés, és bár dinamikusan engedi a forgalmat, mégis lassításra készteti a városba érkező autókat. A Tiszavasvári úton a nap minden szakaszában nagy a forgalom. Ez az autópálya feljárat és lejáratnak, illetve az ipari parknak is köszönhető, ami a jövőben tovább bővül, így még nagyobb forgalommal kell majd számolni ezen a szakaszon. A Kertváros infrastruktúrája egy gazdaságfejlesztési, terület- és településfejlesztési program forrásából újulhat meg, amelyre közel 3 milliárd forint uniós forrás nyert az önkormányzat. Ebből építik például a körforgalmat is a Tiszavasvári Szélsőbokori és Fokos utca kereszteződésében. Ez a fajta csomópont gördülékenyebb áthaladást biztosít majd a lámpás közlekedéshez képest, egyértelműbbé teszi az autósoknak az irányokat, illetve kellően lelassítja a forgalmat ahhoz, hogy belépjenek a városi közlekedésbe. A komplex programban több fejlesztési elem is megtalálható még. A körforgalom mellett párhuzamosan épül a Rókabokori út, ugye tavaly a Batthyány Jánost megépítettük, és onnantól kivisszük azt is a nyugati elkerülő a körforgalmáig. Az egy majdnem 2,5 kilométer, nagyon-nagyon fontos, a nagyságrendeket érzékeltessem, ez közel 500 millió Rókabokori, 944 millió forintba kerül. Emellett a csomag része a Derkovics, Dugonics, Legyező utcák, amíg szintén valami már elkészült, de a másik két utca is augusztus közepére elkészül. Szeptember végére a Rókabokori út is elkészül, a körforgalom építése pedig a komplex beruházási csomag utolsó elemeként, legkésőbb december elejére befejeződik. Jelenleg lezárták a Fokos utcát, a Tiszavasvári úton pedig szükség volt egy sávelhúzásra, hogy a forgalom zavartalanul tudjon haladni. Következő ütem az az lesz majd, amikor a Szélsőbokor utcát kell lezárnia a kivitelezőnek, ott is hasonló jellegű munkák és a körforgalom építése miatt, akkor változni fog a forgalmi rend a főúton is. Félpályás jelző őrös forgalomirányítás mellett haladhat majd a forgalom, hiszen ahogyan önök itt érzékelik, nagyon sűrűen lakott és nagyon gyakran nagy autószámmal járt szakaszról van szó. Hogy pontosan mikor érkezünk el ide, azt még jelen pillanatban nem tudom megmondani, hiszen még nagyon az elején vagyunk a munkálatoknak, de természetesen a megfelelő fórumokon értesíteni fogjuk a közlekedőket, hogy ne érje őket váratlanul ez a jellegű változás. Nyíregyháza önkormányzata saját forrásból is fejleszti az új Kertvárost. 4 új utcát építenek, tette hozzá a város polgármestere. Ezeket várhatóan szintén befejezik szeptember végére. Október 13-ára vasárnapra tűzte ki Áder János köztársasági elnök a 2019. évi önkormányzati választást. Az államfői időpont megjelölés követően a Nemzeti Választási Bizottság is kitűzheti a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Ez utóbbira ugyanis a választási szervnek van jogosultsága. Az alaptörvény szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását októberben kell megtartani, a választási eljárásról szóló törvény szerint pedig a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Az önkormányzati választáson a megyei és helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és a főpolgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. Olcsóbb a dinnye, mint néhány hete, és már hazai gyümölcsöt lehet kapni az árusoknál. A szezon a későbbi érés miatt idén tovább tarthat, valószínűleg még szeptemberben is bőven kapható lesz a boltokban. A jövő héten közben kampány indul, hogy meg lehessen különböztetni a hazai és az import árut, így a fogyasztók tudják, milyen dinnyét vesznek. 250 forint jellemzően ilyen összeget láthatunk a görög dinnye ártáblákon a nyíregyházi búzatéri piacon.
Ez legalább már magyar, sőt Szabolcs megyei nagycserkeszi áru. Több felirat alapján ráadásul mézédes. A szezon idén nagyjából 2 hetes késéssel indult, a kezdetéhez képest pedig mostanra már lejjebb csúsztak az árak, de a kereskedők azért még mindig jócskán tudnának engedni belőle. Mire ide szokott jönni Békés megyéből, addig az ára jól lecsökken, és valóban ez be is következett már azok, ugye előrevetítették azt, hogy mire ide kerülünk, akkor egy 25 forinttal csökkenni fog az ára. Ez most úgy lecsökkent, hogy a felvásárlási árak itt 50 forint körül mozognak a megyébe, és én is, ahogy jövök befelé dolgozni, akkor 249 forintos dinnyárral találkozok. Engem elkeserít az, hogy és akkor megint itt az ellenőrzésekre utalnák, hogy nem menjünk oda ezekhez a kereskedőkhöz, és megkérdeznénk tőle, hogy kitől vette ezt a dinnyét, és mennyiért, azt illik-e 500%-os haszonnal továbbadni. A dinnyefogyasztás növelését az elnök szerint az árusok sűrűbb ellenőrzésével is segíteni lehetne. Erre szükség is lenne, a Hello Vidék beszámolója szerint ugyanis eddig nem tolongtak a vásárlók. Igaz, erre még van idejük, sokáig ott lesz idén a dinnye a boltokban. A szezonja kitarthat szeptemberben is. Ennek oka, hogy a termelők nem egyszerre vetettek. Ha végig gondoljuk, azoknak van most jelenleg még dinnye a megyében is, akik talajtakarást végeztek a bizonyos méretig. Még egy fátyoltakarás volt rajta, szóval egy dupla takarással, csepegtető öntözéssel, tápoldatozással, itt tartott dinnyét lehet csak ilyenkor a piacra vinni, és ennek a költségei nem azonosak egy helyre vetett dinnyével. Közben a jövő héten dinnyejelölő kampány indul idehaza, azzal a céllal, hogy a fogyasztók biztosak legyenek abban, hogy hazai dinnye kerül az asztalukra, hangzott el az Inforádióban. A kamara évek óta azzal küzd, hogy az importot és a magyar árut meg lehessen különböztetni, és a fogyasztó számára ne csak a kóstolás után, hanem már a vásárlás alkalmával kiderüljön, melyikről van szó. A vásárlók egy telefonos applikáción keresztül tájékozódhatnak a dinnyét érintő összes fontos információról. Augusztus 23-án kezdődik az év legvidámabb hete Nyíregyházán, ekkor startol a 18. Vidor Fesztivál. A programsorozat a már megszokott karnevári hangulat mellett idén is tartogat újdonságot a közönségnek, többek között azt, hogy a Rózsakert szabadtéri színpadon is lesz 2 előadás. A színházban az év legjobb komédiáit láthatja majd a közönség, a Kossuth téren pedig helyi és nemzetközi zenekarok várják a szórakozni vágyókat. Idén már 18. alkalommal lesz a Vidámságé és a Derűjé a főszerep több mint egy héten keresztül Nyíregyházán. A Vidor Fesztivál költségvetése ráadásul minden eddiginél magasabb, közel 130 millió forint. Ennek körülbelül a fele állami és önkormányzati támogatás. Ennek köszönhetően olyan nagy nevek adnak majd ingyenes koncertet a Kossuth téri nagyszínpadon, mint Geszti Péter, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Mystery Gang vagy a The Beavers. A megszokott fesztiváli hangulat mellett idén is készülnek újdonsággal a szervezők. A legnagyobb újdonság, hogy a Rózsakert szabadtéri színpad is bekerül a programok közé. Itt 2 előadás lesz látható. Az egyik a Mennyei Hang, a játékszín előadása, Gávölgyi János főszereplésével, a másik pedig a Szabolcs megye Lordjai, ami tulajdonképpen egy musical válogatás a Szabolcs megyéből elszármazott színészektől, színésznőktől. Itt Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Sándor, Jan Zakata, Gubik Petra és még néhányan fognak színpadra állni. Én azt gondolom, hogy remek szórakozás lesz látható. Valamint újdonság a nagy színpadon, kis színpadot követően is egy LED fal fogja még izgalmasabbá tenni a koncertet. A tavalyi sikerre való tekintettel idén is lesz 2 olyan nap, amikor nem koncert várja a bulizni vágyókat a Kossuth téren, hanem színházi előadás. 26-án hétfőn a Magyarok Dalszínház érkezik a Futballláb című musical komédiával, 28-án pedig a Bánfalvi Stúdió adja elő a Nicsak, Kilakik itt Tébolyt 2 részben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő, tehát a város számára egy nagyon jó lehetőség, amikor az emberek kijöhetnek a térre, ihatnak együtt egy sört, jól érezhetik magukat, nem szidják egymást, nem pikérkednek egymással, hanem jól érzik magukat, és megnéznek néhány nagyon jó humoros, vagy kiváló művészi teljesítményt. Mi azt gondoljuk, hogy mi
nyíregyházi cégközponttal rendelkezünk. Itt élek én is, és én azt hiszem, hogy nekem Nyíregyházát kell támogatni, és a nyíregyházi eseményeket kell támogatni, és nem más város. Más városban is támogatunk sok rendezvényt, például a Veszprém Festet, de ez nekem a legfontosabb, mert én itt élek. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas műsor, egy nagyon jó előadás sorozat, most már 18. alkalommal működik. Mi negyedik éve támogatjuk ezt nagyon jó szívvel, és remélem, hogy mindenki örömére. A Vidorkert programja is megújul, hiszen nem egy DJ szórakoztatja majd a közönséget 23-tól 31-ig, hanem tematikusan minden nap más DJ keveri majd a lemezeket. A város alapítók szobránál idén is Vidorfalu várja kibővült gasztronómiai különlegességekkel, finom borokkal és pálinkával a látogatókat. Rengeteg vendég van, szálláshelyek telve, vendéglátóhelyek szintén, tehát az azt üzemeltetők külön örülnek, de ez a város hírnevét is viszi, és valóban nagyon sok turista van itt Nyíregyházán ebben az időszakban, és sokan direkt erre a néhány napra érkeznek, hogy részt vehessenek a Vidor Fesztiválon, mert ahogy eddig is, most is a programok 90%-a ingyenes lesz, és nagyon sok zenés programunk lesz, tehát nyelvi akadályok sincsenek, világzenei produkciók lesznek a Kossuth téren. Többek között a Walker's Delight Izerlóból, ami azért is különleges, mert a németországi kisváros 30 éve Nyíregyháza testvérvárosa. A több mint 200 program a vidor.eu oldalon megtekinthető, de idén harmadik éve Vidor applikáción keresztül is követhetőek az események. Két újabb jelöltjét mutatta be a szövetségben Nyíregyházáért. A 12. számú egyéni választókörzetben Lengyel Máté jobbikos politikust indítják, aki egyben alpolgármester jelöltje is a pártszövetségnek. Elmondása szerint fontos, hogy rendbe tegyék a tömegközlekedést a városban. Fejlesszék az úthálózatot és megoldják a parkolást. Emellett az önkormányzati rendészet bevezetéséről sem mondtak le. Az 5-ös számú körzetben közben a polgármester jelölt Jeszenszky András mérettetheti meg magát, aki a városlakókkal való valódi együttműködés és párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Egyértelműen be kell vonnunk a városlakókat az ilyen típusú nagy beruházásokba, de a kisebbekbe is. Egyéni önkormányzati képviselőként én mindig is ezt vallottam, hiszen a korábbi években, a korábbi ciklusokban is ennek megfelelően végeztem a képviselői munkámat, és kívánom a jövőben is az egyéni képviselői munkámat majd folytatni, és megválasztásom esetén természetesen a polgármesteri tevékenységben is ugyanezt gondolkodást kívánom majd vallani, hiszen egy város valóban akkor fejlődhet igazán a városlakók saját érzése szerint, hogyha bevonjuk a városlakókat a különböző kérdések megoldásába. Újabb okorzebrát adtak át Nyíregyházán az Országzászló tér Kálvin tér kereszteződésében. Jelentősége azért is fontos, mert iskola, templom és közintézmény is van a közelében. A csomóponton közel 18 000 jármű halad át naponta. A SafeCross okorzebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. Ez egyébként a második okorzebra, amely a Generália Biztonságért Alapítvány támogatásával és a polgármesteri keretből nyújtott hozzájárulással készült el 2,8 millió forintból. Kovács Ferenc polgármester elmondása szerint még ebben az évben további 12 forgalmas helyszínen építenek ki okoszebrákat a gyalogosok védelmének érdekében. Az elmúlt másfél évben országszerte közel 1500 embert ütöttek el a zebrákon. A közlekedés biztonsági szakemberek szerint a láthatóság növelése az egyik legfontosabb kulcs a balesetek megelőzéséhez. Változásra készülhetnek a betegek augusztus 1-től, vagyis jövő hét csütörtöktől már nem a nyíregyházi Sóstúj úti kórházban, hanem ismét Nagykállóban, a Sánta Kálmán szakkórházban fogadja őket a szenvedélybetegek aktív és rehabilitációs osztálya. A kórház tájékoztatása szerint az osztályhoz tartozó szakrendelések is a szakkórház épületébe költöznek át. Az egyedüli kivételt a drogambulancia jelenti, amelyet továbbra is a Sóstúji úti telephelyen kereshetnek az érintettek.
A tavainál 4-jel több, összesen 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságban szereplő egyesület adta be nevezését a labdarúgó Magyar Kupa 2019-2020-as sorozatára. Közülük 3 csapat kerül fel az országos főtáblára. A megyei selejtező első körét a jövő hétvégén rendezik meg. Miközben a megyebeli futballcsapatok a bajnoki rajtra készülnek, az MLS megyei igazgatóságán is zajlik az élet. Az átigazolási időszak javában tart, és a hamarosan induló szezonnal kapcsolatban is jócskának adnak tennivalók. A héten elkészült a Magyar Kupa megyei selejtezőjének sorsolása, így kiderült, hogy mely csapatok pályáznak az országos főtáblán kiadó 3 helyre. 20 egyesület adta be a nevezését, ami a megyei bajnokságban szereplő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együtteseket illeti, és 3 csapatot adhatunk fel az országos főtáblára. Ez alapján kellett a megyei selejtezőket nekünk megoldani. Méghozzá úgy, hogy az augusztus 3-a, 4-i hétvégén már kezdenek is, tehát a kupa első fordulójával indul a 2019-es 20-as megyei futballszezon. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy a 20 jelentkező csapatból 4-et kiemeltünk, a kiemelést pedig a versenybizottság annak megfelelően tette, hogy a tavalyi kupa sorozatba kijutott a legtovább. Ugye megyénket tavaly az országos főtáblán a Balkány és az Ibrány képviselte, és a Balkány és az Ibrány az utolsó megyei selejtezőbe a Mándokot, valamint a Rakamaszt ejtette ki, így ezt a 4 egyesületet kiemeltük, ők az első fordulóban úgynevezett erőnyerők lesznek, nem lépnek pályára, a bennmaradó 16 csapatot pedig nyílt sorsolással 8 párba soroltuk. Ez azt jelenti, hogy az augusztus 3-a, 4-én továbbjutó 8 csapathoz csatlakozik a kiemelt 4 csapat, így lesz 12 együttesünk, és a következő kupakörbe már ez a 12 csapat fog ugye 6 párt alkotni, majd a 6 győztest szintén összesorsoljuk, és akkor a 3 legjobb csapat jut fel az országos főtáblára. A selejtező első körének párosítása a következő: Máté Szalka Kemecse, Ópályi Tarpa, Fehérgyarmat Vásárosnamény, Gyulaháza Baktalórendháza, Nyíribron Nyírmegyes, Nagyacseg Nyírgyulaj, Újfehértó Tiszakanyár és Csenger Nagyhalász. A megyei igazgatóság a következő szezonban is biztosít játék lehetőséget a futsal csapatok számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a lányoknál az U15-U19-es korosztályba írjuk ki, ott még szeptemberig nevezhetnek. Reméljük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan azért lesz jelentkező csapatra. A fiúknál pedig a jól bevált U17-U20-as korosztályban bajnoki rendszerben szeretnénk ismét kiírni, ahogy az elmúlt 2 évben volt, és nagy sikernek örvendett ez a sorozat. Augusztus közepéig végéig nevezhetnek a csapatok, tehát várjuk, hogy jelentkezzenek az együttesek, és az U11-13-15-ben pedig továbbra is torna rendszerben gondolkodunk, illetve ha igény mutatkozik rá, és a csarnokokat is úgy meg tudják szervezni a részvevő együttesek, akkor akár U15-ben is lehet arról szó, hogy a fiúknál bajnoki rendszerű bajnokságot írunk ki majd futszába, ami pedig még a legmagasabb korosztályt, a felnőtt férfiakat illeti. Ne felejtsük el, hogy a regionális NB3-as északi csoportot is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fogja szervezni, hogy az elmúlt 3 évben, tehát oda az NB3 felnőttbe is várjuk a jelentkezőket, ott augusztus 5-én zárul a nevezés. Az igazgatóságon a héten elkészítették a megyei bajnokságok sorsolását is. Az első és másodosztályban augusztus 11-én, míg a harmadosztályban augusztus 17-én, illetve 18-án indul útjára a labda. 41 idényt követően a következő szezonban nem indít felnőtt csapatot a kézilabda bajnokságban a Kölcsey Díjese. A Dobás István edzőnek mindössze 1 felnőtt korú játékosa maradt, itt csak az ifjúsági csapat indul majd el az MB2-ben. 41, közte 28 NB-s osztályban töltött szezon tudhat maga mögött a Kölcsey Díjese felnőtt csapata, amelynek élén Hadobás István állt az elmúlt 4 évtizedben. A legutóbbi bajnokságban a 7. helyen zárt az NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsey, amely a 2019-2020-as szezonban nem indít felnőtt csapatot. A szakember szerint nem volt más választásuk. Egy nagyon nehéz és fájdalmas döntést kellett meghoznunk. Természetesen megbeszéltem a csapattal, a játékosaimmal, viszont úgy gondolom, hogy ez volt az egyetlen értelmes döntés. Sajnos az utóbbi 2 évben rengeteg sérülésünk volt, és ez a folyamat ez nem állt meg. Olyannyira nem, hogy az idei kezdésre egyetlen egy írdésmond, egyetlen egy felnőtt játékosunk maradt, aki épp. Márkus Gizit megműtötték, abba kellett hagyni a sportot, Papandinak gerincsérve van szintén, Tilki Andi anyai örömök elé néz, Kelemen Gréta, Katona Kriszti tovább tanul, munkahelyi elfoglaltságaik vannak, ami miatt sajnos abba kell hagyniuk a sportot. 3 leérettségiztek, Gyimesi Lola, Tóth Gréta sérülés, hosszú sérülés műtét után lábadozik. Egy szó mint 100, egyedül Ruska Zsófia maradt a felnőtt korosztályú versenyzők közül, és természetesen megmaradtak az ifik is, de én úgy gondolom, hogy mindent mérlegelve most jelen helyzetben felelőtlenség lett volna felnőtt bajnokságban elindulni. A felnőtt csapatot nem is indít a Kölcsey, a Díjese nem tűnik el a sportág térképéről.
az MB2-es ifi bajnokságban természetesen indulunk. Semmit nem változtatunk egyébként, tehát gondolok az edzés számra, gondolok az edzés terhelésre, ugyanolyan komolyan fogjuk venni. Én remélem, hogy jók leszünk, bár félek attól is, hogy a megmaradt játékosainkat csábítgatják majd a többi MB2-es és magasabb osztályú együttesek. Kíváncsian várom, hogy ez hogy sikerül megoldani. Ráadásul megszűnt a kettős játékengedély, így a sportcentrumos gyerekek kettős játékengedélye a jövőben nem megvalósítható. Én azt gondolom, érzek egyrészt magamban annyi erőt, hogy újra talpra álljunk, és aztán majd meglátjuk egy év múlva átgondoljuk a lehetőségeinket. Az anyagi bázis és minden egyéb rendelkezésre áll, ez egy kimondottan szakmai döntés volt. Az ifjúsági csapat augusztus elején kezdi el a felkészülést, a bajnokság pedig szeptember közepén kezdődik a Kölcsédiese fiataljai számára. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. December elejére elkészül az új körforgalom a Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fokos utca kereszteződésében. Ez a fajta csomópont biztonságosabb, mint a lámpás közlekedés, és bár dinamikusan engedi a forgalmat, mégis lassításra készteti a városba érkező autókat. Közel 3 milliárd forintos beruházási csomagból fejlődik a kertváros infrastruktúrája Nyíregyházán. Már olcsóbb, valamint hazai a görög dinnye a boltokban és a piacokon, mint néhány hete. A szezon a későbbi érés miatt idén tovább tarthat, valószínűleg még szeptemberben is bőven kapható lesz a boltokban. A jövő héten közben kampány indul, hogy meg lehessen különböztetni a hazai és az import árut, és így a fogyasztók tudják, milyen dinnyét vesznek. Ebben egy telefonos applikáció segítheti őket. Augusztus 23-án kezdődik Nyíregyházán a 18. Vidor Fesztivál. A rendezvény költségvetése idén már elérte a 130 millió forintot. Ennek köszönhetően a ma legnépszerűbb zenekarok is fellépnek a Kossuth téren. Így például a The Beavers és a Magosi Brothers Company. Idén is felállítják a szervezők a Vidor falut, ahol kibővült gasztronómiai kínálat várja majd az érdeklődőket. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 26-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításaikat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én kollégáim nevében is jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! Szombat reggelig erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar szorványosan kialakulhat. A déli szél időnként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Szombat estig erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor eső, zivatar több helyen kialakulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn sok helyütt, akár több alkalommal is kialakulhat zápor eső, zivatar, kisebb körzetekben felhőszakadás is lehet. Zivatarok térségében viharossá fokozódhat a szél. A következő napokban a több órás napsütés mellett még képződnek gomoly felhők, de már csak szorványosan valószínű csapadék. A nappali felmelegedés mérséklődik, a jövő hét közepén a maximumok a sok évi átlagnak megfelelően alakulnak.